Az idei Arany János tehetséggondozó program 16. országos irodalmi versenyén megemlékeztek az emlékévről is. A versenyző diákok egy kötelező Arany János művet olvastak el, valamint Tamási Áron műveiből készültek fel. Viszonylag rövid időn állt rendelkezésre arra, hogy felkészüljünk, de ezt úgy gondolom, hogy mi hatékonyan adottuk meg az osztályfőnökünk segítségével. Ő nagyon lelkiismeretesen a szakirodalmakat kiadta nekünk, illetve hát ugye a műveket, amiket el kellett olvasni, én nagy érdeklődéssel fogadtam. A két nap alatt írásbeli és szóbeli fordulókon kellett részt venniük a fiataloknak. A verseny maga két fordulós. Az első napon van az írásbeli forduló, ilyenkor mindenki külön osztályokban van, csoportokban. Itt jó részt a művekre kérdeznek rá, de a szakirodalomból is lehetnek kérdések. Összesen 73 diák indult az idei országos irodalmi versenyen, mely kiváló alkalom arra, hogy a programban résztvevő intézmények pedagógusai találkozzanak és beszélgessenek, mondta Gönczi Sándor, az intézmény vezetője. Az Arany tehetségmutató programnak kialakult egy tulajdonképpen versenyrendszere, amelynek egy nagyon fontos eleme ez az irodalmi verseny, ezt minden évben mi szervezzük, és hát igen, népszerű az Arany programban résztvevő iskolák, 80-90%-a mindig jelen van ezen a versenyen. Az Arany János emlékév alkalmából még nagyobb jelentőséggel bírt ez az országos irodalmi verseny. Az ország valamennyi Arany János tehetséggondozó programban résztvevő intézményei számára van ez meghirdetve, és most ez különösen is izgalmas és érdekes, hiszen 2017-ben Arany évet ünnepülünk, és ezzel összefüggésben ennek a versenynek a jelentősége még nagyobb. Heves megyében két intézmény vesz részt az Arany János tehetséggondozó programban, a Neumann és az irodalmi verseny házigazdája, a Szilágyi is.